Herman Ottó versenyen kívül több megmérettetésen indul Birizló Csenge, a Refis végzős diák. Ezekről és terveiről beszélgettünk vele. A természettudományos versenyek Bójai Herman Ottó mellett az infós vonalat is kipróbálta idén. Szereti a megmérettetéseket, de nem stresszel azon, hogy mindig első legyen, mert vallja, a részvétel a fontos. Most infós vonalat is kipróbáltam, a Nemes Tihamér számítás technológiai versenyt, a Bójai természettudományi csapatversenyt, és prózamondókon is részt vettem. Mit jelent számodra a versenyzés? Hát igazából kipróbálom, hogy milyen lennék, hogyha elindulnék egy ilyen versenyen, és igazából nem tekintek rá úgy, mint hogyha valami nagy tétje lenne. Nagyon érdekli az informatika, a biológia, kémia, ezekből többet is tanul, de nem úgy gondol rá, hogy az más elől veszi el az idejét, hanem hogy tudását gyarapítja. Mivel nagyon érdekelnek ezek a vonalak, így nem úgy gondoltam rá, hogy elveszi az időmet valami más elől, hanem hát kikapcsolódás, és ugye ezzel is sokat tanultam, szóval veszíteni nem veszítettem vele. A kis előadásokra készülés, a kutatások meghozták az önbizalmát, de előnyei mellett hátránya is van. Néha kimarad a közös osztályprogramokból, de tudja, hogy ezek hasznosak számára. Egy terepi munkát is, amellyel jobban megismerhettem a környezetemet, és igazából nagyon élveztem ezeket a munkákat. Mennyivel lettél több, mint mondjuk, aki nem vesz részt ilyen országos versenyeken? Szerintem lesz majd ennek előnye, viszont hátránya is ugye, hogy néha kimaradok más egyéb elfoglaltságokból, de szerintem egyszer majd beérik. Tehát most hosszú távon gondolkodol, de mi az, amiből kimaradsz? Kevesebb jut a barátokra? Igen, kevesebb szórakozás, szabadidő, de mindenképpen jó kipróbálni őket. Szívesen olvas Vas Albertet, Nógrádit, jár szavaló és mesemondó versenyekre is. A biológia kémiával szeretne a későbbiekben kutatási szinten is foglalkozni, ebben szülei is támogatják. A Vas Albert meséket nagyon szeretem, hiszen nagyon jó a mondani valója. Úgy kedvencem nincs, de nagyon sok félét szeretek. És írók közül a Vas Alberten kívül még ki az, aki jöhet? Nógrádit is nagyon szeretem, hiszen kicsit viccesen írja le a történeteket, és szerintem ez is fontos. Hova mész 8. után? Mindenképpen biológia, kémiával szeretnék tovább foglalkozni, talán ez érdekel a legjobban, és ez áll hozzám legközelebb. És tudod már, hogy hol szeretnél tanulni? Hát vannak elképzeléseim, de majd kíváncsi leszek, hogy melyik sikerül. És anyáik lebeszélnek erről, más pályára szánnak, vagy ebben a tanári pálya nincs is benne, inkább a kutatás? Hát anyáik azt gondolják, hogy úgy lesz nekem a legjobb, ahogy én szeretném, és teljes mértékben támogatnak ebben. Hát akkor nem biztos, hogy ebben a tanári pálya szerepel, lehet, hogy egy kutatás? Hát anyáik szerint jó tanár lennék, de engem nem nagyon vonz, és inkább a kutatás felé húz. És mondjuk már azt is látod előre, hogy mi az a terület, amit szeretnél kutatni? Még pontosan nem tudom, de mindenképpen biológiával valami jó kis izgalmas pályát választanék. Célja egy angol nyelvvizsga is.